A stratégia az eddigi gyakorlathoz viszonyítva több olyan megoldást vesz tervbe, melyek jelentősen eltérnek a jelenlegi rendszerben alkalmazottaktól. Melyek is ezek az újdonságok? A legnagyobb újdonságai Dióhéjban és röviden. Az iskoláskor előtti képzést egy évvel még meghosszabbítja, az általános iskolába tehermentesíti a diákokat úgy, hogy az alsó tagozatosok 4, a felső tagozatosok pedig napi 5 órát mehetnek. Egy váltásba történik az oktatás, tehát nincs délelőtti délutáni váltás, a középiskola az kötelező, és a középiskolák strukturális változása, hogy 55% gimnázium kell, hogy legyen. A felsőoktatásban pedig az, hogy a 30 és 35 év között lévő populáció 38,5%-a az egyetemi végzettségük kell, hogy legyen. Legrövidebben ennyi. Ezek a papírra vetett elképzelések 8 éven belül megvalósíthatóak? Az eddigi tapasztalatokból ítélve nem. Hasonló véleményüknek adtak hangot az oktatásban dolgozók szakszervezetének képviselő is, akik szerint a dokumentum irreális, nem veszi figyelembe társadalmi-gazdasági realitásunkat, ugyanakkor azt sem lehet tudni, hogy tényleges alkalmazására mikortól kerülhet sor. Pedig ettől sok minden függ, többi között az a kiemelt célkitűzés is, hogy előrelépés történjen az oktatás minőségének a javításában.